Szeretettel köszöntök minden hallgatót Japánban, Magyarországon és a világ más táján. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna vagyok, 2005 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanító és óvóképző karának oktatója. Óvodapedagógusi diplomát szereztem ebben az intézményben, ahol a kisgyermekkori zenei nevelés alapjait Forrai Katalin módszertani elveire épülve tanuljuk, tanítjuk. 日本、ハンガリー、その他の国の方々にご挨拶申し上げます。ヘゲドゥシ夫人、トート・ジュザンナと申します。2005年よりブダペスト大学初等幼児教育科の教員をしております。この幼児教育科は基本的にフォライ・カタリンの方法論による理論に基づいて教えており、私もここで学びましたし、保育士の免許も取得しております。A mai előadásom címe Forrai Katalin kisgyermekkori zenei nevelésének gyökerei Magyarországon és Japánban. 今日のタイトルはハンガリーと日本におけるフォライ・カタリンの幼児音楽教育のルーツです。Magyarországon Forrai Katalin módszertani könyvei a mai napig alapvető fontosságúak. Az ének az óvodában könyvét 1974-ben adták ki először. Azóta 21 kiadást élt meg. Forrai Katalin haláláig, 2004-ig 17-szer adták ki. Itt Forrai Katalin kézírásával látjuk a könyvelést, mert ő maga is vezette. Ének a bölcsödében könyvét pedig 1986-ban adták ki először, aminek legfrissebb kiadása tulajdonképpen a 12. kiadás. Mindkét könyvet több nyelvre lefordították, vagy adaptálták több másik könyve mellett. Forrai Katalin の教育方法論に関する著作の数々は、ハンガリーにおいて現在でも基本となる読み物です。その著作、保育園における歌は、1974年に出版され21版を重ねました。これはフォーライの亡くなる2004年までに17回増刷されました。スライドにあるのはフォーライ自身のメモです。乳児保育園の音楽は1986年に初刊され、現在12版目です。どちらの本も多くの国語に訳されたり編集されたりして出版されています。Forrai Katalin számos egyéb könyvvel is gazdagította a kisgyermekek zenei nevelésére nagyobb hangsúlyt fektető családokat, nevelőket. Úgy dal- és mondókagyűjteményekkel, mint módszertani könyvekkel. A művészetre nevelés a családban, könyvben például Forrai Katalin mellett Székácsné Vida Mária is írt a szülők számára egy-egy fejezetet. Róla beszélt a múlt előadáson lánya. Forrai va. 幼児音楽教育を重要に考える家庭とか、保育者のために多くの本を著しました。歌や唱えを集めた楽譜集や方法論の著作で幼児音楽指導を豊かにしました。家庭における芸術教育という著作は、フォライ一人ではなく、聖カチ夫人ビダ・マーリアも保護者のための章を書いています。ビダについては前回の講座で娘による発表がありました。Oktatói érdeklődésemnek akkor került középpontjába Forrai Katalin módszertani hagyatéka, amikor az óvóképzőn már oktatóként az óvodai énekzenei nevelés módszertanához kapcsolódó előadásokra készültem. Az oktatás során fontosnak tartottam a szemléltetést, a hídépítést, az elméleti képzés és a gyakorlati képzés között. Azt szerettem volna, hogy a hallgatók már akkor lássák, hogy hogyan valósul meg a módszertan a gyakorlatban, amikor még csak az elméletet tanítom nekik. 保育科の学生のために保育園の音楽教育法についての講義を準備しているとき、フォーライの残した方法論が私の興味の中心となりました。教える中で理論と実践の間の橋渡しである具体的説明が大切である
と考えました。つまり、理論を教える時点で、実践において方法論がどのように具体化されるかを学生に把握してもらいたいと思ったからです。Sokat kerestem olyan videófelvételeket, melyeken példaértékű módszertani fogásokat látnak a hallgatók, és jól bemutathatóak a gyerekek életkorához illeszkedő, az ő énekes zenei fejlődésüket támogató játékos, fejlesztő ötletek, illetve korszerű tevékenységszervezést ismerhetnek meg. このために次のようなビデオを探しました。一つは、模範となる方法論の扱い方を見ることができ、子どもの年齢にふさわしく、音楽的成長を促す遊びを発達させる、そういうアイディア。もう一つは、年齢にふさわしい活動の形成を知ることができるようなビデオです。A keresésem során találtam olyan felvételeket, ahol Forrai Katalin foglalkozott óvodásokkal. Rádöbbentem, hogy a mai fiatalok számára is mintaértékűek a Forrai Katalin által vezetett foglalkozások. ごめんなさい。教員、保育士養成課のアーカイブに収められている録画の中から、Forrai が幼児と遊ぶ動画、そして音楽家業1回分の動画も見つけました。古く、いくつかは黒白の動画でしたが、このフォーライの指導する家業は、現代の若者にとっても模範となる価値のあるビデオです。Ezek a felvételek hitelesen mutatják be az óvodáskorúak énekzenei nevelésének módszertani alapjait, és pedagógiai szempontból is érvényesek. Először a gyerekek életkori igényének megfelelően játékosak. Másodszor változatos népi dalos játékok követik egymást, más-más dinamikájuk, más-más mozgásvilágúak. Harmadszor kielégítik a gyerekek mozgás igényét. Negyedszer Forrai Katalin folyamatosan ébren tartja a gyerekek figyelmét, láthatóan, motiváltan, interaktívan vesznek részt a foglalkozáson mindannyian. Korrelán a dolga a Józsi Ongakkyóikun Hóhóron Kiszósókastéori 教育学的観点からも信頼でき有効です。つまり、1番目として子供はその年齢にふさわしく遊びを好む。2、歌のある民族的な遊びが変化に富み続く。3、動きたいという子供の要求を満足させている。4、フォーライは子供の集中力やモチベーションを喚起し、家業の中で全員がインタラクティブに参加できるようにしている。Ma már pontosan tudjuk, hogy a bevésődés, interiorizálódás alapja épp ez a belülről fakadó kíváncsiság, ösztönző erő. Az eddig említetteken túl az értőszem számára világosan látszik a foglalkozások kiemelt fejlesztési feladata és annak jól felépített, tudatos előkészítése. A csoportos és egyéni gyakoroltatás, az elsajátítás ellenőrzése, sőt, olykor az adaptív, személyre szabott javítás, korrigálás is. Vagyis mindazt megvalósulni látjuk, amit Forrai Katalin az Ének az óvodában könyvének elméleti részében ránk örökített. すり込みや内面化の基本は、内から湧き出る好奇心や本能的な力だということは、現在では明確になっています。ここまでに挙げたことの上に、家業での狙いと、よく考慮され、意識された準備というものが明白になります。準備というのは、まず、グループで練習させて、その後一人でさせること。そして、子供が理解したかどうかを時々チェックすることです。つまり、フォーライが保育園の歌の中の理論部分で述べたことがすべて実践として示されています。Mára már elkészült Mékutiné Dietrich Helga és Gálné Gró Ilona áldozatos munkája nyomán a Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet támogatásával egy DVD azzal a címmel, hogy a mester tanít Forrai Katalin emlékére. Az éppen nekem is tolmácsoló Ito Naomi jóvoltából ez a film japán feliratot is kapott. Ez a DVD azzal a céllal készült, hogy bemutassa Forrai Katalint, mint pedagógust és módszertani szemléletét.
Dietrich Helga とグロー・イローナによりケチケメイトの古代音楽教育研究所の講演でフォーライ・カタリンの思い出という DVD が制作されました。日本語バージョンは今この講座を通訳しています私伊藤直美役で公開されています。この DVD の目的は教育者としてのフォーライとその方法論に対する見解を紹介することです。Én kutatóként 2019 óta kerülök mind közelebb és közelebb Forrai Katalin módszertani hagyatékának tudományos igényű feltárásához. Többek között a Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet archívumában őrzött hagyatékának feldolgozása során. Kutatói munkámban igen nagy támaszra leltem Vikár Katalinban, Forrai Katalin lányában, aki találkozásunk óta bátorít munkámban. Így kerültem bele ebbe a kutatói tímbe is azok közé, akik felfedezték ezt a hihetetlenül erős, emberi és szakmai kapcsolatot Hani Kyoko és Forrai Katalin között. 私は研究者として、フォーライ・カタリンが残した方法論を科学面から近づきたいと、2019年より研究しております。ケチケメイトの古代音楽教育研究所内のアーカイブに寄贈された書籍や書類の研究もその一環です。フォーライが幼児と行った音楽活動が私の力や栄養になっていることを、フォーライの娘であるビカール・カタリンが見抜き、大きな力になってくれています。このようにして私はこの研究チームに加わりました。このチームは、ハニ・キョウコとフォーライ・カタリンの人間として、また専門上での強いつながりに注目していました。Kutatóként kettejük kapcsolatában az foglalkoztat, hogy keressem, hogy mi motiválta Hani Kyokót, hogy ennyire intenzíven érdeklődjön a magyarországi óvodai énekzenei nevelés iránt. Honnan eredhetett az a mély meggyőződése, hogy a japán gyerekeknek, a japán kultúrának szüksége van a kodály koncepció nyugvó zenei nevelés megismerésére. Másodikként érdekel, hogy abban a korban, amikor első ízben Magyarországon járt, mit láthatott, mit tapasztalhatott Magyarországon ő, aki akkor jött Magyarországra, amikor Emma asszony Kodály Zoltán első felesége elment, és akkor utazott haza Japánba, amikor Kodály Zoltán elhunyt. Végül érdekesség, és én is feltettem a kérdést magamnak, amikor olvastam Forrai Katalinhoz írt leveleit, mi lehetett az oka annak, hogy hazatérésekor teljesedett ki a kodályi koncepció iránti fellángolása. このチームでの私自身の役割を述べると次のようになります。1、ハニ・キョウコはハンガリーの幼児教音楽教育に対して非常に集中して興味を持ちましたが、何が彼女に、モチベーションを与えたのでしょうか。そして古代の理念に基礎を置く音楽教育を知り、日本の子どもたちや日本の文化に必要であるというあの深い信念はどこに起因するのか。を探すことです。2番目として、ハニがハンガリーに来たのは古代の最初の妻エンマが亡くなった時です。また日本へ帰国した年には古代が亡くなります。その時期、ハニはハンガリーで何を見たのか、どんな体験をしたのかを探ろうと思います。最後に、フォーライに宛てたハニの手紙を読んだ時、興味深いと感じ、自分自身に問いかけたことは、帰国後、古代の理念に対するハニの熱い思いは何が理由だったかということです。ハニ・キヨコ leveléből idézek. Valahogy sorsszerű mindenképpen, hogy én kezdtem a tanár úr gondolataival, módszerével foglalkozni igazán, amikor ő már elment. Nem is tudom, miért így történt, pedig ott éltem 9 évig. Pedig nagyon sokat, de nagyon sokat tudott volna adni, segíteni a japán gyerekeken. Hani の手紙から引用します。何か運命的なものを感じます。私が古代の考えや方法と真剣に関わり出したときは、もう彼はいませんでした。なぜこのようになったのか、私にはわかりません。9年もハンガリーにいたのに。日本の子供たちのためにとてもとても多くの手助けをしてくれたはずだと思うのです。
ahhoz az előadás sorozathoz kapcsolódóan, amit a kutatócsoport a Tokiói Magyar Kulturális Intézettel összefogva létrehozott, a felmerülő kérdések mentén két előadással kapcsolódom. Először a mai alkalommal Forrai Katalin kisgyermekkori zenei nevelésének gyökerei Magyarországon és Japánban, Haniki Yoko leveleinek és Forrai Katalin naplóinak nyomán. Másodszor Forrai Katalin énekzenei nevelésének módszertani kérdései, Haniki Yoko levelei és egy japánra adaptált mű elemzése mentén. Kóza szirízi について hanasimasuto, vare-vare kenkyu chimu wa Tokyo no Hangari Bunka Center to kyōryoku shi, sore-zore no kekka wo happyō shimasu. Sono naka de watashi wa 2回 happyō shimasu. 1回目であるこの講座は、蓬莱の幼児音楽教育のルーツを、ハニの手紙と蓬莱の日記に基づいて発表しています。2回目は、蓬莱の音楽教育に対する方法論上の質問を、ハニの手紙とハニが、日本用に編集した本の分析を通して発表します。Ebben az előadásomban először rövid pedagógia történeti kitekintést teszek, hogy lássuk a magyar oktatás és nevelésügyet, az óvodáztatás rendszerét, azt, hogy hogyan tekintettek akkor az óvodáskorú gyerekek fejlődés lélektani szempontból, és hogyan alakult az óvodákban az énekzenei koncepció Magyarországon. Deva saisonni Hangari no kyōkushi wo mizikaku tenbō shimasu. 教育と保育園の制度について、そして幼児に対し発達心理学の面からはどのように認識されていたのか、また保育園での音楽に対する考え方がハンガリーではどのように発展していったのかを見ていきます。Ez segíthet abban, hogy kicsit el tudjuk képzelni azt a kort, melyben gyökeret verhetett Forrai Katalin óvodásokra vonatkozó énekzenei nevelési koncepciója. Azt gondolom, hogy ennek feltárása mindjárt választathat arra vonatkozóan is, hogy Haniki Yokonak miért okozott fejtörést a japán adaptáció. その当時のことを知ることにより、幼児を対象とするフォーラインの音楽教育理念の根幹がどこにあるかということを少しでも想像できるのではないかと考えます。また、ハニが日本へ応用したしようとしたときに、なぜ困難さを感じたかということ答えにもなるでしょう。Az időszak, amire leszűkítettem vizsgálódásaimat, 1971-jel lezárul, mivel kutatásunk fókuszába első körben azt az időszakot vettük, Haniki Yoko és Forrai Katalin levelezése, illetve Forrai Katalin naplóinak feltárása nyomán, ami Forrai Katalin első, 1968-ban megvalósuló egy hónapos japán kint tartózkodásához kapcsolódik. 私が今回焦点を当てた部分は、ハニとフォーライの文通及びフォーライの日記の1971年までです。その中でも68年、フォーライが初めて日本を訪れ、1ヶ月滞在したことについての日記と関連させて読み取っていきます。Az óvodáztatás történetében talán meglepő lehet, hogy Magyarországon már 1891-ben kiadásra került az első óvodai törvény, ami előírta, hogy minden városnak, községnek kötelező létrehoznia egy kisdedóvót, de legalább egy gyermekmenedékházat. A törvény nyomán komoly törekvések indultak az óvodai nevelés korszerűbbé tételére, hiszen számos óvodáztatással kapcsolatos elvet is megfogalmazott, például kizárta az óvodákból az iskolai jellegű tanítást, de előírta többek között az értelmes beszédre nevelést, valamint az éneklést. A törvény elrendelte a nem magyar anyanyelvű gyerekek számára is a magyar nyelvű foglalkoztatást, és szabályozta az óvónők képzését. Kimondta, hogy az óvodákban csak képesített, magyarul is tudó óvónőket lehet alkalmazni. Hangari ではすでに1891年に保育園の規定が施行され、全国の町や村に託児所を設置しなければならないとあります。それとともに時代に合った保育園の努力が真剣に始められました。その規定では小学校のような学習を保育園から締め出し、
また話し方の指導と並んで歌うことを義務付けていました。またハンガリー語が母語ではない子どももハンガリー語で保育を受けることを命じ、また、保母養成についても規定し、資格を持ち、ハンガリー語も話すことのできる、そういう保育士を雇うように定めました。Óvóképző intézetek két éves képzésén szerepelt ének hegedű tárgy, és nagy óraszámban óvodai gyakorlat hospitálás. Két év tanulmány után 18 éves korukig egy tapasztalt óvónő mellett dolgoztak a leendő óvónők, aztán kapták meg az oklevelet. Az óvodákban ekkor egy óvónőre átlagosan 100 gyermek foglalkoztatása volt jellemző. Később egy 1926-os rendelettel az óvónőképzőkben a képzési időt a 2-ről 3 évre emelték, és lehetőséget adtak egy további kiegészítő évre a képzőben. 2年間の保育士養成期間では歌とバイオリンのレッスンがあり、また多くの時間数が保育園での実習に充てられました。2年間勉強した後、18歳まで経験のある保育士の傍らで働き、その後、証書を取得することができました。当時、保育士1人に対し、園児約100名というのが通常でした。1926年の法令により、保育士養成期間が2年から3年に延び、もっと学びたい人はさらにもう1年在籍することも可能となりました。A magyar óvodaügyben 1971 egy másik fontos dátum. Ekkor vezették be az óvodai nevelés programját, ami az elkövetkező 20 évben alapjául szolgált az óvodai nevelés tartalmának, 1985-ig. Megjelent benne az uralkodó állami ideológia, és határozott erkölcsi előírásokat tartalmazott, le volt benne fektetve az óvodások személyiség fejlesztésének iránya is, és kiemelte a játékot, mint az óvodáskorú gyerekek elsődleges tevékenységét. Mindez a mindenkinek ugyanannyit, ugyanúgy, ugyanazt elv szerint. 1971年はハンガリーの保育園にとってもう一つの重要な年でした。この年に保育プログラムが導入され、この後20年間、1985年まで全国において保育内容の基本となりました。国家のイデオロギーもその中に登場し、道徳基準が示され、園児の人格発達の方向性も含まれました。幼児期の主たる活動として遊びが強調されました。これはすべて全員が同じだけ、同じように、同じものをという原則から来るものです。Az európai országok között szinte egyedülálló volt Magyarország óvodai hálózata, ami azt célozta, hogy teljes körűvé váljon az óvodáztatás. Az 1971-es alapprogramot 5 év alatt dolgozták ki. Az énekzenei neveléssel kapcsolatos részét egyébként Forrai Katalin, az Országos Pedagógiai Intézet munkatársaként. Itt egyébként 1959 óta dolgozott. 保育園の全国ネットワークがあるのはヨーロッパの中でハンガリーが唯一の国でした。この目的とするものは全国どの地域にも保育園が存在し、すべての子どもが保育園に通うことができるようにということです。1971年に出された基本プログラムは5年間かかって作られました。その音楽教育の部分はフォーライが国立教育研究所員として作成しました。フォーライはこの研究所で1959年から仕事をしていました。Érdekesség, hogy Forrai Katalin az 1968-as Japán útja alatt ennek a programnak a tervezetét Hanik Jokóval is átbeszélte. Megmutatta neki, amikor nála lakott. Erről Japán úti naplójában ír Forrai Katalin. Azt is tudjuk, hogy később ezt a programot a világon először 1977-ben Hanik Yoko munkája nyomán Japánra is lefordították. 興味深いのは1968年フォーライが日本に滞在中、
ハニキョウオタクに泊まった折に、このプログラムの案を話し、相談したことです。このことについて、フォーライはその旅日記に記しています。後に、このプログラムを世界で最初に1977年に、ハニが日本語に訳しました。A két dátum 1891 és 1971 között fontos megemlíteni 1936-ot, amikor a nemzetténevelés vezérgondolata előnyt élvezett. Ebben a korszakban igen erőteljes volt a német befolyás. Ennek ellensúlyozására kapott mind hangsúlyosabb szerepet a nevelés-oktatás terén a népi hagyományok, a magyar kultúra őrzése. Kodály Zoltán 1941-es Zene az óvodában című nagy hatású előadása és később megjelent írása ekkor született. 1891 年から1971年の間で、1936年というのが重要な年です。民族意識を高めるという理念が台頭してきました。この時期はドイツの影響が非常に強固でした。これと均衡を保つために、教育域において民族習慣などのハンガリー文化保護が強調されました。古代が1941年に講演し、後に出版され、大きな影響を及ぼした保育園の音楽という本はこの時期の産物です。Az óvodák zenepedagógiai elképzelésében az akkora már nagy tekintélyű Kodály Zoltán kritikája fordulatot hozott. Kemény szavakkal bírálta a németes, magyartalan, művészietlen óvodai tananyagot, melyben gyakori volt a hazafias, erkölcsi tartalmú tandal. Ekkor Kodály először is tisztázta, hogy az óvodai nevelés szerepe pótolhatatlan, amit ebben a korban elmulasztanak, később helyre nem hozható. それまでの幼児音楽教育に対する考え方は、すでに名声と人望のあった古代の批判により大きく転換しました。その当時、愛国的で道徳的な内容の歌が多くありました。そのように、ドイツ風で非ハンガリー的であり、その上、非芸術的な幼児用の教材を古代は厳しく批判しました。この時、古代は保育園での教育はかけがえのないものであり、この時期を逸すれば、その後は決して修復できないと述べました。Kodály Zoltán szerint a kultúrát nem lehet átvenni, örökölni, hanem újra kell tanulni minden nemzedéknek. Ennek érdekében a gyerekeknek csak is tiszta forrásból származó, az életkori sajátosságaiknak megfelelő magyar népi gyerekdalokat szabad tanítani a mesterkélt didaktikus dalok helyett. Egy beszédében hangsúlyozta, kezdeni már az óvodában kell, mert ott a gyerek játszva tanulja meg azt, amit az elemiben már késő. Nagy tömeg zenei benyomást raktároz el a gyermek már az iskola előtt, s ha ebben túlteng a rossz, akkor zenei sorsa már eldőlt egész életére. Kodály によれば、文化は継続したり相続したりすることのできないものです。文化はどの世代も新しく学び取らなければならないものです。ですから、子どもたちには人工的で教育的内容の歌の代わりに、純粋な湧き水から出た、それぞれの年齢にふさわしいハンガリーの伝承わらべ歌を教えなければならないということです。また、こうも強調しています。始めるのはすでに保育園からでなければならない。なぜならそこでは子どもは遊びながら学ぶから。小学校ではもう遅い。幼児は就学以前に膨大な音楽からのイメージを受け取る。その中に悪いものが多すぎれば、その子の一生にわたる音楽の運命はそこで決まってしまう。A második világháború visszavetette a kodályi reformok megszilárdulásának folyamatát. Komolyabb változás nem ment végbe az óvodák zenei világában. A politikai helyzet pedig jelentősen megváltozott 1949-re, amikor a kommunisták hatalomra jutottak. Ekkortól törekedtek a népi kultúra visszaszorítására.
A magyar nép hagyományait őrző népi gyermekjátékokat háttérbe szorították a mozgalmi indulók, a manipulatív célú tandalok és az orosz népdalok. Kodály szaktekintélye mégis lehetővé tette, hogy 1951-ben kiadják a Magyar Népzenetára első kötetét, gyermekjátékok gyűjteményét. 第二次世界大戦により Kodály による改革が確固となる過程が後退されてしまい、 幼児音楽に関して変化は見られませんでした。 1949年、 政治状況が大きく変化しました。 共産党が権力を握り、民族意識を疑問視する人々により、民衆文化は抑圧されました。全員を動かすための行進曲、思想を操作する目的の教材曲、そしてロシア民謡が前面に押し出され、ハンガリーの民族伝統を擁するわらべ歌遊びは後ろに押しやられました。 ハンガリー民謡体育館の第1巻わらべ歌遊びが1951年に出版されたのは、ひとえに古代の専門家としての権威によるものです。 1953-ban módszertani levelek címen szabályozták az óvodásokkal való foglalkozást országosan, majd mikor az óvodák bekerültek a közoktatási intézményei közé, 1957-ben újabb óvodai gyakorlatot meghatározó dokumentum látott napvilágot, Nevelő munka az óvodában címen. Hani Kiyoko ezt is lefordította Japánra. Ebben a dokumentumban az óvodások szükségletekre alapozott, sokoldalú fejlesztése és az óvodák iskola előkészítő funkciója kapott nagy hangsúlyt. Alapvetően az óvodákban az iskolai tanulás adaptációja valósult meg. 1953年, 幼児の教育についての規定を国が制定しました。 保育園が公教育の一時期間として位置づけられた1957年、 園における保育の仕事と題された資料が新しく世に出ました。この本も萩京子が訳しています。この資料では多方面にわたる発達や小学校への準備をするための保育園という存在が強調されました。学校の勉強を保育園に適用させることが実現実化しました。 Az óvodák iskola előkészítő szerepének fontossága miatt megerősödött az óvodapedagógia és az óvodapedagógusi pálya presztízse. 1959-ben a középfokú óvónőképzés megszűnt, és Magyarországon nemzetközi szinten is az elsők között a felsőfokú képzések körébe került az óvodapedagógus képzés. Kecskeméten, Sopronban és Szarvason. 保育園が学校教育の準備機関となったことにより、幼児教育と保育士の職場に勢いがつきました。 1959年に中等保育養成の場が廃止され、保育士養成が高等教育の場に移行されたのは国際的に見ても早い段階でした。 ケチケメート、ショプロン、サルバシの3都市に保育士養成カレッジが開校されました。 Amint láttuk, Magyarországon komoly múltja volt az óvodáztatásnak, sőt az óvóképzésnek is. Ez jó táptalaj volt ahhoz, hogy Forrai Katalin kodályi elveken alapuló énekzene módszertana gyökeret verjen. このようにハンガリーでは保育園と保育士を高く位置づけてきました。これはフォーライが古代の理念を土台として根付かせるための良い培養土となりました。 Hogy mennyire közvetlen kapcsolata volt Forrai Katalinnak az óvodák világával, azt az mutatja, hogy 1947-ben beindította kísérleti jelleggel zeneóvodai foglalkozásait Kodály Zoltán tanácsára a 8. kerületi Csobánc utcai óvodában, azzal a céllal, hogy az énekes foglalkozásainak hatását megfigyelhesse hátrányos sorsú, rossz anyagi körülmények között élő gyermekeken. Forraiga 幼児の世界とどれほど密接に関係していたかは、 1947年、 古代のアドバイスのもと、8区のチョバンツ通り保育園で実験的に幼児音楽教室を始めたことでも伺い知ることができます。
その目的は環境的、財政的に恵まれない家庭の子どもたちに歌でレッスンをし、その影響を観察するものでした。Csobánc utca fogalommá vált az óvodások énekzenei nevelésével foglalkozó, az iránt érdeklődő hazai és nemzetközi szakemberek, pedagógusok és zenészek számára. Csobánc dóri という名前は、幼児の音楽教育に携わったり、興味を持つ国内外の専門家、教育者、音楽家にとって一つの概念ともなりました。Kodály Zoltán haláláig, 1967-ig maga is figyelemmel kísérte Forrai Katalin itt folyó munkáját. Forrai Katalin Kodály halála után is folytatta itteni munkáját 1997-ig. Forrai Katalin közben 1953-tól a Magyar Rádióban is elindította a zeneóvodai foglalkozásait Óvodások műsora címen. Egyébként 1985-ig. Ezzel párhuzamosan 1951-től tanított a budapesti Brunswick Teréz óvónőképzőben, egészen 1959-ig a középfokú óvónőképzés megszűnéséig. Kodály は1967年に亡くなるまで、フォーライのこの仕事に注目していました。フォーライは古代が亡くなってからも、ここでの指導を1997年まで続けました。並行して1953年からフォーライはハンガリーラジオで園児のための番組という番組の放送を始め、1985年まで続けました。また1951年から中等保育士養成が廃止される59年まで、ブダペストにあるブルンズビック・テレーズ保母養成校でも教鞭を取りました。Forrai Katalin a mindennapi gyakorlati tevékenysége mellett Kodály Zoltán biztatására énekeskönyv szerkesztésébe kezdett, és összeállította kollégáival 1951-ben az Óvodai Énektanítás című módszertani könyvet. Ez tartalmazott egy gyűjteményes részt is, amiben 200 dal volt az óvodások életkorához igazítottan nehézségi sorrendet követő elrendezéssel. A népi anyag nagy része Kodály gyűjtése volt, de más orosz, szlovák, lengyel, bolgár népek magyarra fordított dalai, Kodály költők szövegével ellátott komponált dalai és énekes mesék is szerepeltek benne. 毎日の実践活動と並行し、Kodály の勧めにより歌集の編纂も始めました。1951年には保育園での歌の指導と題した方法論の本を同僚とともに出しました。この本には歌集も含まれ、幼児に適した歌200曲が難易度順に並べられています。伝統的な歌のほとんどは古代が収集した歌ですが、他の民族、ロシア、スロバキア、ポーランド、ブルガリアの歌にハンガリー語歌詞が付けられたものや、古代の作品、また歌のついたお話も含まれています。Forrai Katalin a könyv módszertani részében kiemelten foglalkozik a ritmusérzék, a hallás és éneklőkészség fejlesztésével. Ekkor még a fejlesztés során ritmusegységek, ritmusképletek olvasása, írása is szerepelt, valamint a hallásfejlesztéshez kapcsolódóan a kézjelről gyakorlás. Ezek később kikerültek a koncepcióból. Ez a munka 4 kiadást élt meg 4 év alatt. フォーライはその本の方法論の部分で、特にリズム感、聴感、歌唱能力の発達について取り上げています。その当時の狙いには、個々のリズムの学習、リズム系の詩章を書くこと、また聴感の発達と関連し、ハンドサインの練習も含まれていました。しかし、これらはその後、除かれました。この本は4年間に4版を重ねました。Az első óvodai énekes könyvének készülése kapcsán Forrai Katalin egyik visszaemlékezésében azt írja. Már megvolt a magyar népzenetára első kötetének, a gyermekjátékoknak a nyomdai lenyomata.
Az anyagot módon volt megtekinteni, és azt hittem, bőven lesz benne alkalmas gyermekjáték az óvoda számára is. A tanár úr azonban sokféle követelményt állított, s ezek korlátozták a válogatás lehetőségét. A dalanyag pentaton dallamfordulatokon mozogjon, egyszerű legyen és formailag ép. A szövege világos, a kisgyermekhez közel álló. Ideértette a humoros abrakadabra szövegeket is. Végül a játéka is feleljen meg a 3-6 éves gyerekeknek, ami azért volt nehéz feltétel, mert ezeket eredetileg nagylányok játszották. Az 1200 dalból ilyen szempontok szerint 150-et válogattam ki néhány tanártársammal, abból tanár úr egyenként megvizsgálva azokat, 45-öt hagyott jóvá. Így a dalanyagot még további játékválogatással egészítették ki, mesterük instrukcióit figyelembe véve. 1冊目の保育園の歌集の作成に対し、宝来は次のように回想しています。この時、ハンガリー民謡大会第1巻は印刷集でしたが、私はそれを見ることができました。幼児のためのアラベ歌は十分な数があると思いました。古代先生は多くの歌詞要求を出しました。そのため、選ぶ歌の数が大変限られてしまいました。旋律はペンタトニックであるように。 単純であり、形式記面から完全で、歌詞は明確である。幼児の世界に近いこと、つまりユーモラスで、アダブラカダブラのような言葉もという意味だと私は取りました。そして遊びも3歳から6歳に適するものであるようにと、これらの歌はもともと大きい女の子が遊んだものなので難しい注文でした。これらの観点から民謡大会1巻にある1200曲のうち155曲を仲間と共に選び出しました。それを先生は1曲ずつ調べていき、結局45曲が目的に叶いました。この先も先生の指示に従って遊びを選んでいきました。 Mivel az óvóknak nehézséget jelentett a könyvben foglaltak megvalósítása, kézjelezés, ritmizáltatás, műzenei szemelvények megszólaltatása hangszeren, 1954-ben az Oktatásügyi Minisztérium útmutatót jelentetett meg Forrai Katalin óvodai ének tanításához. ホイクチにとってハンドサイン、リズム表、作曲された曲を楽器で演奏することなど、 その本に書かれたことを実践に移すのは難しいことでした。 1954年にフォーライの保育園での歌唱指導を手引き書として教育省が刊行しました。 Forrai Katalin 1957-ben újabb módszertani segédkönyvet publikált munkatársaival Énekzene az óvodában címmel. Ez a munka 6 kiadást élt meg. Kodály Zoltán 1957-ben erre a munkára kitűnő segédkönyvként tesz említést. Talán ennek az elismerésnek emlékét őrizheti a Forrai Katalin családja által féltve őrzött Zene az óvodában kiadvány. Ezt Kodály így dedikálta Forrai Katalin fő óvónéninek. Ezt látjuk jobbra a dián. 1957年にさらに新しい方法論の手引き書、保育園の歌音楽を仲間と出版しました。古代は1957年に贈与されて出版した自身の保育園の音楽の中で、この仕事を優れた副読本であると記しています。この本は、宝来語り最高の保護に、 と古代による検定字とともに、宝来に検定され、宝来の家族により大切に保管されています。その古代の検定の字がスライドに移されています。宝来 Katalin számára is meghatározó lehetett Kodály Zene az óvodában tanulmánya. A Táplán Szentkereszti Forrai Katalin Emlékmúzeumban több példányt is találtunk, mindegyiket Forrai Katalin bejegyzéseivel. Különböző módszertani kérdésekhez kapcsolódóan emelt ki, jelölt meg ezekből részleteket, feltehetően előadásainak témáihoz kapcsolódóan. Kodai no kono hon wa Forrai ga hijou ni eikyou o oketa hon da to kangaemasu.
宝来記念館には何冊もこの本が残されており、どれにも宝来自身のメモが書き込まれています。様々な方法論への疑問と関連して、自身の講演のテーマと関係すると思われる箇所にマークが付けられ、印が付けられています。例えば、わらべとの歌詞とメロディーの一体性、美的教育、音楽の創造性、就学前の保育園の役割、伝統と民族習慣の保護などの部分です。Forrai Katalin 1957-ben kiadott Énekzene az óvodában című segédanyagának tanulmányozásába és lefordításába vág bele Hanik Yoko, amikor hazaér Japánba. A kézikönyv teljes mértékig a kodályi reformpedagógiára épül, mind módszertanilag, mind a zenei anyag szempontjából. Dalanyagát szinte teljes mértékben magyar népi gyermekdalok alkotják, illetve kisebb részben magyar zeneszerzők magyar népi gyermekdalszerű komponált dalai. A zenei anyagot ebben a munkában is életkorokra bontottan közölték, és minden korosztálynak válogattak mondókát, dalos játékot játékleírással, illetve zenehallgatási anyagot. Komoly módszertani alapossággal, korszerű leírásokkal segítették a segédanyag alkalmazását. Forrai が1957年に表した保育園の歌と音楽を、ハニキョーコは帰国直後に翻訳しました。この本は、方法論の面からも音楽素材の面からも古代の革新的な考えにのっとっています。歌のほとんどはハンガリーのわらべ歌で、その他わずかですが、ハンガリーの作曲家によるわらべ歌に類似し作曲された歌も含まれます。この本でも音楽素材は年齢別にグループ化され、グループごとに唱え、わらべ歌遊び、鑑賞曲が含まれます。しっかりとした方法論に裏打ちされ、説明が載せられ、副読本として使いやすくなりました。Az énekzene az óvodában kézikönyv is inspirálhatta Kodályt abban, hogy 1962-ben végre évtizedeket átívelő várakozást követően kiadja az óvodás korosztálynak szánt saját szerzeményeket tartalmazó gyűjteményét, a Kisemberek dalai füzetet. Ebben gyűjtötte egybe a 333 olvasógyakorlatának magyar költők tollából született értékes szövegekkel ellátott darabjait a legkisebbek számára. このフォーライの本も古代にインスピレーションを与え、1962年、ついに幼児のために作曲した小さい子供たちの歌を出版しました。それは333の読風練習にある旋律をハンガリーの詩人が歌詞をつけ、最も小さい子供たちのためにまとめたものです。Magyarországon az óvodáztatáshoz szorosan kapcsolódott az a törekvés, hogy a gyermekekre vonatkozó ismeretek bővüljenek, a pedagógiai és pszichológiai tudományágak összekapcsolásával jussanak el a gyermeki személyiség jobb megismerésére. Láttuk, hogy egyre nagyobb szerepet kapott a gyermekekkel való foglalkozásban a játék, az aktív, munkáltató jellegű tevékenykedtetés. A magyarországi óvodák gyakorlatára nagy hatást tett a gyermektanulmányi mozgalom és a reformpedagógiai mozgalmak. ハンガリーでは全員が保育園に通うことと密接に関連して、教育学や心理学と連携し、幼児の人格の認識と理解がより深くなるような努力があります。子どもの特性を認識しつつ、アクティブに活動させることを踏まえ、保育の中での遊びの役割は一層大きくなっています。幼児研究が活発になること、そして教育改革運動はハンガリーの保育園の実践に多大な影響を与えました。1956-ban Mérei Ferenc, a gyermeklélektan egyik legismertebb képviselője így ír. Abban az óvodában, ahol sokat játszanak, nyugodt, fegyelmezett légkör uralkodik, a kötelező foglalkozásokon a gyermekek figyelme hatványozottabb. A fentebbi gondolattal egybecseng Kodály meggyőződése. A zenével nem csak zenét tanulunk,
Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat. Jidō Shinrikaku kenyi, Meirei Ferenc 1956年にこう述べています。遊びを多くさせる園では子供が落ち着いており、規律正しい雰囲気が支配する。家業の時間には子供の注意力がより増大する。この考えと古代の信念は重なります。音楽することは音楽を学ぶことだけにとどまらない。歌うことは心を解き放ち、力づけ、自己制御や恐れを解き放つ。集中力が増し、心身の状態をコントロールし、学業に気持ちを向かわせ、注意力と規律に慣れさせると古代は言っています。ハニキ・ヨコ、maga is felfedezte óvodai látogatásai során a játék neveli erejét. Egyik levelében így ír Forrai Katalinnak annak kapcsán, hogy már megtapasztalta, hogy nem kell fegyelmezni a gyerekeket. Így ír. Kodály ama tanának zsenialitását vélem megérteni, mindennek a játék az anyja. A gyerekeket a játék is leginkább annak a helyesen értelmezett és előadott ritmusa fegyelmezi és nem mi. ハニキョーコは自分自身でも遊びの教育的な力を発見しました。子供をしつけなくても良いということを体験したと、フォーライに宛てた手紙に書いています。古代のあの教えの素晴らしさを理解したと思います。すべての母体は遊びです。子供をしつけるのは私たちではなく、遊び、そして適正に解釈し表現されたリズムです。とハニが書いています。Fontosnak tartom megemlíteni a gyermekkép alakulásának kapcsán, hogy Forrai Katalin naplóit olvasva jól körvonalazódik, hogy ő számos a kor pedagógiai, pszichológiai, tudományos eseményeit bemutató hazai és nemzetközi konferencián, tudományos ülésen részt vett, gondosan jegyzetelte az érdeklődési körébe eső előadásokat. Ezen feljegyzések is tükrözik, hogy az énekzenei nevelésen túl Forrai Katalin mennyire fontosnak tartotta megismerni az óvodás, sőt a bölcsödéskorú gyermekeket. Jegyzeteket készített a legfrissebb fejlődés lélektani elméletekről, kutatási eredményekről. Sőt, maga is mind fontosabbnak tartotta kutatásokkal is bizonyítani a kora gyermekkori énekzenei nevelés hatásait. Erre abból is következtetni lehet, hogy számos feljegyzés van naplójában kutatásmódszertannal kapcsolatosan. 子供像がどのように形成されたということに関連し、フォーライの日記を読み、次の事柄が重要だと私は思いました。フォーライは国内外の数多くの教育会議や学会に参加し、関連のある講演を注意深く書き留めています。フォーライが音楽教育にとどまらず、幼児のみならず、乳児について知ることもどれほど重要に思っていたのかが、記録から伺い知ることができます。最新の心理学の発達理論や研究成果について、フォーライはメモを取っていました。そればかりではなく、乳児への音楽教育の影響を研究し、実証することが重要に考えていました。それについては、日記に研究方法論に関する多くのメモが残っていることからも推測できます。Naplóinak jegyzetei arra utalnak, hogy mielőtt kutatásba kezdett volna, szerette volna átlátni a reliabilis és valid kutatás miben létét. Tudjuk, hogy később Kalmár Magda személyében partnerre is talált ebben a munkában, és gyümölcsöző kapcsolat vette kezdetét. Már az első követéses vizsgálatok során látták, hogy a hipotéziseik igazolódnak. A zeneovis gyerekek több kreativitás mutatóban fölülmúlták a kontrollcsoportot, és jobban fejlődtek a minősítő jelzők használata terén is. Írja Kalmár Magda visszaemlékezésében. Kenkyúni hajrótoszuru mái ni, szono kenkyúga sinrai dekiru mono de aru ka,
有効な研究であるかを外観したい、そういう意向を日記のメモは示しています。後にカルマール・マグダがこの仕事の良きパートナーになることを見抜き、多くの成果に導きました。その証明の最初の段階で仮説が証明できることが分かりました。つまり、幼児音楽教室に通う子どもたちは、他の子どもたちと比べ、想像力の面ではるかに優れていること。そして感情を言葉で表現する能力がより発達していることをカルマール自身が回想しています。Szörnyi Erzsébet az Öt kontinensen a zene szolgálatában című könyvében beszámol az 1963-as tokiói útjáról. Ennek az utazásnak a kapcsán írja, hogy a japán tanárok egy kis közössége már kereste a tartalmasabb, mélyebbre hatóbb zeneoktatás lehetőségét. Erőteljesen keresték a sajátos nemzeti jellegű zene és az európai műzene szintézisét. Hogyan lehetne a japán népdalokkal elkezdeni a zenetanítást? Akkor ugyanis európai, főleg német gyermekdalokat énekeltettek japán szöveggel. Szörnyi Erzsébet látott zenei foglalkozást is, ahol zongorázni is tanultak óvodások. Igen virtuóz zongora játékokat látott, de bizonytalan volt abban, hogy ez-e a művészeti nevelés célja. Szörnyi Erzsébet a Gotaidik Nite という著書で1963年の東京への旅について記しています。日本の教師たちの小さなグループから生徒に音楽教育の可能性について講演してほしいと強い要望がありました。そのテーマは、自民族の音楽、そしてヨーロッパの芸術音楽の統合。また、音楽指導を日本の民謡からどのように開始できるのかについてでした。日本ではヨーロッパ、主にドイツの子供の歌に日本語の歌詞をつけて歌わせていました。生には、音楽教室も見学しましたが、そこでは幼児がピアノのレッスンを受けていました。かなりビルトーゾ的なピアノ演奏を耳にしましたが、しかしこれが芸術教育の本当の目的なのかと疑いを持ちました。A naplójában így ír. Csupa csoda gyerek. A hangszeres zenélés magas szintű, a ritmus diktandó azonban igen primitív. Éneklésről szó sincs. Nem mernek énekelni, nem tudnak énekelni, csak ha zongorán üti hozzá a tanárnő a dallamot. A hallásképzés kizárólag az abszolút hallás kifejlesztésére irányul. Ennek sem éneklés az alapja. 同じ著作で生にはこうも書いています。天才児ばかり。器楽演奏のレベルは高いが、リズムの書き取りは初歩的である。歌唱については話にもならない。自信がなく歌えず、教師がピアノで音を出すときのみ歌うことができた。聴感もただただ絶対音感の発達のみに向けられていた。ここでも歌うことを土台としていない、とも記しています。Magyarországon ekkor már élt a kodály koncepció. Akit előbb énekre tanítunk, csak azután hangszerre, hamarabb megfogja a meloszát, dallamban kifejeződő lényegét, munkivalóját, minden zenének. この頃ハンガリーではすでに古代の考え方が浸透していました。それはつまり、最初に歌うことを教え、楽器はその後に来る。その方がメロディーの言わんとすることや表現法を把握できるという考え方です。Hanik Kyoko, akiről tudjuk, hogy a japán nyelv tanáraként kapott meghívást a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre, és 9 évig Magyarországon élt, felismerte, hogy kodály zenei nevelési elképzelésével a japán gyerekek is eljuthatnának oda, hogy a népük népdalai, gyermekdalai által közelebb kerüljenek az élményt adó zenei neveléshez, az együttes éneklés öröméhez, és segíthetné személyiségük kibontakozását, esztétikai igényességük formálódását. Hani は日本語の教師としてブダペスト大学で教え、ハンガリーに9年間
滞在しましたので、古代の音楽教育に対する考えをよく認識していました。そして日本の子供も自国のわらべ歌や民謡を通して一緒に歌う喜び、人間性の発達や美的要求に近づくことができると考えました。Hanik Jokó, mikor Magyarországra jött, már hallott Kodály Zoltánról, s bár az nem adatott meg neki, hogy személyesen Kodálytól tanulhasson, itt tartózkodása alatt magába szívta úgy a magyar nyelvet, mint a magyar népi zenei anyagon nyugvó zenepedagógiai ideológiát. Ahogy egy későbbi magyarországi előadáson elmondta, 1958-tól egy évig járt az MTA népzenekutató csoportjába Kodály Zoltán tanácsára. Ezen az előadáson vallott arról is, hogy az első magyar nyelvű olvasmánya Kodály Zoltán Zene az óvodában tanulmánya volt. ハニはハンガリーに来る前、すでに古代について聞いていました。古代から学生として直接学ぶことはありませんでしたが、ハンガリー語に精通するようになり、ハンガリーの民族音楽の素材に潜む音楽教育思想を吸収しました。古代の勧めで、ハニはハンガリー科学アカデミーの民族音楽研究所に1958年から1年間属したということをハンガリーにおける講演で述べています。同じ講演でハンガリー語で最初に読んだ本は古代の保育園の音楽だと話しました。ハンリキヨコ、személyesen is jelen volt Szőnyi Erzsébet korábban említett 1963-as Japán útjánál, mert akkor épp hazautazott és tolmácsolt Szőnyi Erzsébetnek. De jelen volt Budapesten is, amikor a Nemzetközi Zenei Nevelési Tanács, IZME, 1964-ben Budapesten tartotta konferenciáját. Azon túl, hogy Kodály pedagógiai koncepcióját ekkor ismeri meg a világ, azért is különleges volt a budapesti konferencia, mert a társaság ez alkalommal foglalkozott először az óvodás korosztály zenei képzésével. Ebben nagy szerepe volt Forrai Katalin előadásának és a 8. kerületi Csobánc utcai óvodások bemutatójának is. 前述した1963年の正義の日本滞在時、ハニは帰国中でしたので、正義の通訳をしました。また、ブダペストで開催された64年のイズメの会議では、ハニはブダペストにいました。このイズメで幼児音楽教育が初めて取り上げられ、古代の教育理念は世界に知られることとなりました。この時のフォーライの講演や、チョバンツ通りの園児たちの公開レッスンの役割は大きいものでした。ハニキヨコ hazájába visszatérve、a japán zenei oktatásban, zenei nevelésben ugyanazt fedezhette fel, mint ami ellen Magyarországon Kodály a reformpedagógiai elképzeléseit oly határozottan hirdette. A japán zenepedagógia megújulásának szándékától vezérelve elmélyülten kezdte tanulmányozni a magyar zenei nevelés történetét és eredményeit. Neki látott lefordítani a Sándor Frigyes által szerkesztett Zenei Nevelés Magyarországon című könyvet, valamint Forrai Katalin és munkatársainak akkorra már országosan elfogadott, országosan alkalmazott, Kodály által is nagyra tartott Énekzene az óvodában könyvét. Kodály a Hangari nyújtte ongakkyoikkaikaku o kangaidato onnazi jóni, Haniwa kikokugo Nihon no ongakkyoiku ya ongakshidou nyújtte no douyou no kangae o miidashimashita. Soshite Nihon no ongakkyoiku no kaikaku o ito shi, Hangari no ongakshidou no rekishi to sono seika o fukaku kenkyuu shi hajimemashita. Shandor Fujie shi no henshiu shita Hangari no ongakkyoiku to Forai no hoikuen no ongaku to uta.を翻訳しました。後者は、ハンガリー子供の遊びと音楽という題で日本において出版されました。この本はハンガリーではすでに全国的に受け入れられ、活用されており、古代も大いに認めていました。ハニキヨコ levelei arról tanúskodnak, hogy lelkesedése határtalan volt.Részletekbe menően meg szerette volna érteni a legkisebbek zenei nevelésének kodályi alapokon nyugvó módszertanát,
s bár Forrai Katalin válaszlevelei nem állnak rendelkezésre, Kyoko leveléből világos, hogy kérdéseit sosem mulasztotta el megválaszolni Forrai Katalin. Többször utal rá, hogy Forrai Katalin javaslatait követve például hogyan jutott más következtetésre, illetve hogyan formálta a három óvodai korcsoport számára készülő Varabeuta és hagyományos japán gyerekdal gyűjteményeit. Haniga Forrai に宛てた手紙から古代の考えに基づいた小さい子供のための方法論を詳細に知りたいというハニの熱意が伝わってきます。残念ながらそれに対するフォーライの返事を見ることはかなわないのですが、その次にあるフォーライに宛てたハニの手紙からフォーライが詳細に答えたことがわかります。フォーライのアドバイスを適用してどのように効果があったか、あるいは年少、年中、年長各グループにあったわらべ歌集を作成したなど、フォーライのアドバイスに沿って実践したことを読み取ることができます。Ami Kyoko meggyőződésévé váltak, az alábbi kodályi gondolatok. Minden országnak sok olyan népdala van, mely kiválóan alkalmas oktatási célra. Ha gondosan válogatjuk, a népdal kitűnő tananyag lehet mind a különböző zenei elemek szemléltetésére, mind pedig azoknak tudatossá tételére. Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. 音楽指導はどの民族も自分の伝統から出発しなければならないという考えをハニは確信しました。どの国にも教育目的に適した民族の歌がある。多くある。注意深く選び出せば、民族音楽は様々な音楽要素理解のための事例を含む優れた教材となり得る。他の民族を理解したいと思ったら、まずは自分の属する民族について知らなければならないと古代は言いました。A zenetanulás legtermészetesebb módja az éneklés. A hangszer nélküli szabad ének, a zenei képességek igazi és mélyreható iskolája. A kisgyermekek természetes megnyilatkozása, hogy dúdolnak, és beszédük félig ének. Az óvodában történik az első alapvetés, az első elhatározó zenei élmények gyűjtése. Amit itt tanul meg a gyermek, sose tudja elfelejteni, vérévé válik. 最も自然に音楽を学ぶのは歌うということからです。楽器なしで自由に歌うことは音楽能力が真に深く浸透する良い方法である。また次のようにも古代が言ってます。幼児が自然にする一生児はハミングであり、また話すときは半分歌ってもいる。最初の基礎作りは保育園で行われる。最初の決定的な音楽体験の収集がここで行われる。それは血となり肉となるので、ここで学ぶものを子供は決して忘れないだろう。A következő előadásomban Hani Kyoko Forrai Katalin hagyatékában talált levelein keresztül szeretném majd bemutatni, hogy mennyire részletekbe menően megszerette volna érteni a magyar óvodai zenei nevelés módszertanát, illetve a népi gyermekdalokon éneklésen alapuló zenei nevelést. Hani Kyoko ga Hangari no hoikuen de no ongaku shidou hōhō わらべ歌を通した歌うことを基礎とした音楽指導について詳しく徹底的に知りたいとどれほど思ったかをフォライカタリンの手紙をもとに次回ご紹介したいと思っています。A mai előadásom kapcsán szeretném megköszönni Ito Naominak a kitartó, gondos fordítói munkát, Csányiné Kós Ildikónak a Kecskeméti Kodály Intézet könyvtárvezetőjének a képanyag összeállításában nyújtott segítségét, és a kutató tímnek a biztatást, együtt gondolkozást. Köszönöm szépen a figyelmet! 今回の発表で根気強くまた入念な翻訳をしてくださった伊藤直美さん、写真を探してくださったケチケメと古代研究所アーカイブの講師
イルディコーさん、そして励ましてくれた研究チームのみんなに感謝します。ご清聴ありがとうございました。